Felemelkedünk. Periszkópot ki. Periszkópot ki. Páros hajtóművek leállnak. Periszkópot. Akit buldózernek hívtak. Jó erősen az ajtót, mert kicsit nehezen csukódik. Oké. Mária, szolgáld ki az urakat! Rajta! Újra! Nyomás! Nyomás! Előtt! Nyomás! Ne hagyd magad! Ne hagyd magad! Még egy kicsit! Ne így van, az itt a gyöngéd! Erősebben! $30 a körmesterre! Nami, olyig egy kicsit! Most nyomd le! Most!
amerikai, győzött az amerikai. Mert a másik nem bírta ki. Már azt hittem, úszik a 30 dollárom. Nesze, légy boldog, ennyivel lóptam. Most meg a húszasodat. Na, ki fogad a következő menet? Tessék, uraim, le! Na, fogadjunk, tessék, le! Mit adhatok? Egy rántottát. Egy vagy két tojásból? Egy tucatból. Egy tucatból? Igen. Hagymát tegyünk bele? Ne, megfekszi a gyomromat. Előállt a bajnok! Köszönj neki, Celestino! Celestino van életbiztosításod? Mutasd meg, mit tudsz, Celestino! Mutasd meg neki! Magának lesz a rántotta? Igen. Tessék! Figyeljenek jól! Megkeverem a lapokat! Figyelnek! Ez is veszít, ez is veszít, és az ászkép. Jól figyeljetek! Nézzétek a kezem! Mindenki nézze, mert több szem többet lát! Na nézzük! Na hol az ász? Na vajon hol van? Itt sincs, itt sincs. Itt az ász! Figyelj gyorsan, ne fogyász! Mi lesz? Kérem a téteket, tegyetek a gurmesterre biztos befektetést. Ne számolgasd a pénzedet, abbár ide. Ki akar még fogadni? Gyorsan, gyorsan, ami lehet. Mi az? Ugyan már, papa, ne izgulj. Most aztán hol biztos, hogy az amerikai veszít? Te viszont nem veszítesz többet az én pénzemmel. Te nem ismered Celestinót. Ha ráfogadsz, biztos a helyen van. Én inkább maradok a banknál. Úgy kell neked. Ez az! Nagy törmester! Gyerünk, papa! Gyerünk, törmester! Ne hagyd meg a törmester! Gyerünk! Állj rá, gyerünk! Ez az! Na, na még! Rajta! Mi lesz már? Na, gyerünk, gyerünk! Na, na még, törmester! Gyerünk! Már így is sírni tudnék, ha tükörbe nézek. Gyerünk! Celestino! Ne hagyj magad! Ne hagyj! Celestino! Celestino! Hajrá! Celestino a erősem! Hajrá, Celestino! Ezeket fel! Pénzt vagy életet! Mit vagy mit? Azt mondtam, pénzt vagy életet! Hallom, nem kell mindjárt izgulni. Ide a dohány gyorsan, amennyi csak van!
Én ne adonálsz azzal a zsebágyúval, picinyem. Nem szeretném, ha megijednél. Kicsit ravasza, ravasza. Ahogy hozzáérsz, elsül. Na, így már jó. Állj, ne mozdulj! Most végül kell a pénz, vagy nem? Kell, de gyorsan. Többit is. Messze itt a szajré. Semmi több. Tudod, az az ábra, hogy én is rossz paszban vagyok. Az órádat! Dobjad. Leesett. Hideg, hideg, langyos, langyos. Forró. A nyakláncodat. Azt már nem, öcsi. Dobd ide, hallod? Azt mondtam, haver, hogy nem. Visszavágót követelek! Én féle visszavágót! Én ezt a kocsit!
Kiszórakozott már megint a fene a hülye humorukat. Az is elég a fejüknek. Tudja, mi az én legnagyobb hibám, őrmester? A parancsnokoknak nincsenek hibáik, ezredes úr. Hajnalonként a madárkákkal beszélgetek. Roppant érdekes lehet, uram. Csak ugyan roppant érdekes. Különösen az, amit mocsi csergett el nekem egy madárka. Azt csacsogta, hogy az éjjel megint szétvert valaki egy kocsmát a környéken. Ha ez így megy tovább, nem lesz jó vége. Sorakozó! Az ön helyében, uram, nem hallgatnék ilyen csacska csőrköszörülésekre. Én meg az ön helyében, Kempfer, inkább azzal törődnék, hogy minden erőmmel előmozdítsam a csapat győzelmét. És nagy ívben kerülném az efféle kocsmai verekedést. Ez a sok éjszakázás még amúgy is megállhat. Érti, mire gondolok, őrmester, vagy nem? Értem. Értem, uram. Tökéletesen értem. Te vagy kurátoló? Én. Kellene nekem egy Thompson porlasztó. Hát minek? A rajszra lesz ott van? Nem. Csak lerohadt a teknőm, és az kell benne. Na és minek egy hajómotor, vagy Rolls-Royce-hoz való porlasztó? Azt mondd meg nekem. Nézd, ez egy egészen spéci motor, amiben pont ilyen porlasztó kell. De ez nekem nyugodtan elárulhatod, hogy van egy Rolls-Royce-od. Nem érdekel, honnan szerezted. Ha dohányod van, megszerzem, amit csak akarsz. Akár egy tenger alatt járót is. Nem akarsz a Rolls-Royce-odba egy klassz leopárdöl üléshúzatot, meg hozzávaló szőnyegeket, ha? Így jó bőrszegéllyel? Azzal. Akkor almás. Egyelőre beérem egy Thompson porlasztóval. Nesze!
nincs szó, hogy hazavid emlékbe. Na, dobd vissza a labdát. Majd nem bírsz ekkorát dobni, Popeye. Nem megy. Miért nem megy? Ha velünk volna, kamatostul megfizethetnék nekik. Nekem nincs miért megfizetni. De nekünk viszont annál inkább. Én nem bajt keresek, hanem kagylóra. Segíthetnél nekünk. Erősebb vagy az őrmesternél. Megleckéztethetnéd. Én tengerész vagyok. Nem adok leckéket. Srácok, ide nézzetek! Ezt nézzétek, micsoda szép ez a kagyló. Hol találsz ilyeneket? Látom, gyűjtöd őket. Nem. Én csak eladom a gyűjtőknek. Á, és ez mennyit ér? Hát jó sokat, úgyhogy ha lehet, ne törd el. Dehogy töröm. Látod, milyen vigyázva fogom. Főleg, hogy még azt is tudom, hogy sokat ér egy ilyen ritka darab. És milyen az, amikor nem vigyázol? Na, akkor főzök tovább. Igen. Na, lássuk, hol tartottam. Jó erős lecsinálom. Tudod, az őrmester állandóan betesz nekünk. Miért pont az amerikai hadsereggel kell nektek összebalhéznotok? Nem mi kezdtük, hanem ők. Méghozzá hadüzenet nélkül. Mióta Kenfer itt van, nekünk lőttek. Azelőtt összejött pár üzlet, de most teljesen lezarolta a piacot. Na, nem segítesz. Szóval tönkretette az üzleteteket, he? Labdába se tudunk rúgni mellette. Locsoljuk meg bőséges tejszínnel. Srácok, a többet nem is tehetek értetek, meghívlak benneteket ebédre. A vendéglőbe. Kiki alapon. Mester úr, én ugrottam. Látom, te szerencsétlen, nem vagyok vak. Megszereztem neked azt a porlaszót a Rolls-Royce-hozba, oké? Okay? Oké, okay, csak nekem nem Rolls-Royce-om van, hanem hajóm, már mondtam. Á, neked ne jázd az eszed. Fogadok, hogy ott dugdosol azon a hajón egy Rolls-Royce-ot leopárdbörüléssel. Na jó, legyen neked. Halljam, mennyivel jövök, aztán már is viszem. Hát az annyi, mint... Innen el nem viszel semmit.
Hol voltál 1973. október 23-án szerdán délután 4 és 5 között? Csütörtök volt. Tényleg, és hogy ilyen jól emlékszel rá? A macskámnak volt a születésnapja. Na nézd, engem ne akarj átverni. Összesen 3 ember van a világon, akitől kitelik egy 72 yardos rugás. Csak azért sikerült, mert tegnap erős volt a hátszél. De nem volt tornádó. Szóval Bill Simmons kiesik. A Sing Singben van rács mögött. Archajewski lerobbant tolószékben ül. A harmadikat pedig úgy hívták, hogy Bulldozer. Hallottál már róla? Bulldozer látványosan lesétált a pályáról, miközben zajlott a meccs a Minnesota és a Philadelphia közt. Pontosan 1973. október 23-án délután 4 és 5 óra között. Pontosan. És azóta Bulldozer, mintha nem létezne. Szóval hallottál róla. Én is olvasok újságot. Tényleg? De azt nem írták meg az újságok, hogy miért vonultál vissza. Mert beijedtél, Bulldozer. Mert azon a szerdán egyszerre félni kezdtél. Féltél, hogy összetörik a gyönge csontjaidat. Tőlem azt gondolhatsz, amit csak akarsz. Én részemről lezártam ezt a históriát. Ma már csak ez a Thompson porlasztó érdekel. Mibe kerül? Semmibe, Bulldozer. Én nem fogadok el tőled egy árva vasat se. Mert ezt a porlasztót nem kapod meg soha. És megmondjam, miért nem? Mert azon a szerdán, amikor te lesétáltál a pályáról, én az utolsó dolláramat is feltettem a te csapatodra. És hála neked, elvesztettem. Mindent nulláról kellett újra kezdenem. Tudod, mi az? Én nem tudom, honnan a pokolból kerültél most ide. De hogyha rajta múlik, hogy megszerezd ezt a porlasztót, és el tudod indítani a hajódat, hát itt rohadhatsz! Hallod? Itt rohadsz! Ezt üzeni? Érthetően elmondtam, vagy nem? 10-10 ember? Igen, és azt mondta, a legbelevalóbbakat választ. És pontszerűen rendezzük a számlát egyszer mindenkorra. A főbejáratnál. A résztvevők sürgősen jelenjenek a kocsmában. Az autóbusz Tiszko. Előáll. Sikerült. Indulás 50 múlva. Igen! 10 ember kell. Arkov? Jelen! Collins? Jelen! Simmons? Tessék, őrmester úr! Nem te agyrém, a bátyád! Jelen, őrmester úr! Tudja, őrmester, mi az én legnagyobb hibám? Az, hogy szeretek művelődni, és ezt az embereimtől is elvárom. Ugye maga is jön az Etrusz sírvárosba. Igen, ezredes úr. Alig várom, hogy láthassam végre. Helyes! Elszállni egy-kettő! Indulatunk. Egészen biztos, hogy ide jön 10-re. Mérget vetsz rá? Azt mondtam, szereztem neki egy porlasztót. Na jó. Oda néz, tényleg jön. Fordítsd meg a táblát, nehogy azt higgy, hogy zárva van. Na, ugyan segítesz.
Gyorsan! Gyertek! Különben lebőgünk! Gyerünk, futás! Gyerünk! A fene se érti a népeket. Néha egymást tapossák, hogy bejussanak, máskor meg nincs egy lélek se. Én meg már nem is tudom, melyik a jobb, mert ha nincs vendég, nincs bevétel. Tessék! Ha pedig túl sokan vannak, szétvernek mindent. Talán el se hiszi, de mióta megnyitottam ezt az üzletet, négyszer kellett teljesen új berendezést vásárolnom. Örülhetek, hogy a legdrágább darab még mindig épségben maradt, ez a tükör. Törik a tükör, jászol az ökör! Hello, Popeye, hogy így egyedül? A mamám Kaliforniában van, a papám meg tudj Isten hol. Kár, hogy nem vagyok vevő a humorodra. És mi az, hogy előbb üzensz értem, azután meg megfarolsz. Most is bejöttél, Bulldozer. Először is nem üzentem érted. Másodszor nem szoktam megfarolni. Harmadszor pedig a cukros rántottát valahogy sohasem szerettem igazán. Tojásos sampont az őrmesternek! Mit szóltok? A helyben vagyok. Mennyi volt gyermekem? Miből mennyi? Ebből. Zárva van gyermekem. Csak a fejét, hogy meg ne csántuljon. Látjátok, fejébe szállt a bor. Egyen, picinyeim, térjetek magatok. Tenékig, igyad, tenékig! Ha!
egészségedre. Jó. Jajjaj! Srácok, az őrjárat! Munkára, Tony! Oké, szeri találat! Tehát én vagyok. Ki hozta ezeket a nyakamra? Mi nem akartunk rosszat. Na látod, én sereket. Azt éreztem. Én nem voltam benne. Tudja, mi az én legnagyobb hibám, Kempfer? Ha megmondom, ezredes úr, azt hiszem, egyenesen a kivégző osztag elé kerülök. Tudja, én hiszek a horoszkópoknak. Kíváncsi vált ez, uram. És mit ígérnek a csillagok? A Szaturnusz találkozás a Plutóval vésztjósló előjel. Arra int, hogyha a katonák és a civilek között még egy ebbféle szóváltásra kerül sor, maga és a díszvirágai az új-mexikói zivatagban virulnak, ahol 50 fok van árnyékban. Mikor hűzös az idő? Önnek nem osztogathat tanácsokat holmiféle Szaturnusz. Miért ne? Mára pedig Szaturnusz azt sugallja, hogy a gyakorlótér után felfrissülést jelent egy kis séta a természetben, kék ég alatt, hűsvízben, madárcsiviterés közepette. Tudjátok, fiúk, mi az én legnagyobb hibám? Aranytartó vagyok. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy este elmegyünk a kocsmába, és úgy megruházzuk a fickót, hogy meg lesz a ruhatára egy élet. Már csak az kéne, hogy aztán a kocsmából egyenesen induljunk tovább Új-Mexikóba. Ez lenne a vége, nem, őrmester? Azt mondtam, aranytartó, nem azt, hogy hülye. Egyetértek veled. Lefoglalunk egy egész kórtermet, legyen hová beraktározni a haverjaink törött csontjait. Úgy elintézzük őket, hogy megemlegetik. Mi meg röhögünk a markunkba, Új-Mexikóban. Dehogy, hallgass csak végig. Úgy akarok elbánni velük, hogy még parancsnoki dicséretet is kapjunk érte. Kihívjuk őket egy teljesen szabályos meccsre. Szép, sportszerű mérkőzést vívunk. Betartom minden szabályt. Már természetesen nem engedünk a férfias keménységbe. Mi leszünk az egyik csapat, ők a másik. Semleges bíró, lelkes közönség és mindent bele. Lehet, hogy ők nem haragtartók, de szerintem nem is hülyék. Ebben nem fognak belemenni. Dehogy is nem. És én tudom is, mivel húzom bele őket a csőbe. Van egy holdbiztos adó. Az egy egész pakli kéne. Bízd csak ide. Összeszedtem egy csapatot. Most már nem mondhatsz nemet. Már késő. Mihez van késő? Hát, hogy meghátráljunk. Nem járathatjuk le magunkat. Az amerikaiak kihívtak egy meccsre, mi meg elfogadtuk. Ide hallgass, ez egy teljesen szabályos meccs lesz. Na, na. Sportszerű mérkőzés. Mi csak egyetlen gólt akarunk lőni. És ez sikerülni is fog. Épp ilyen alkalomra várunk már régen. Úgyhogy most nem szalasztjuk el. Szóval igent mondtatok. Na, na, hogy igent mondunk. Ki akartok állni ellenük? Földeverjük őket. Miért, főnök? Talán még győzünk is. Először is nincs bennetek erő, se állóképesség, se semmi, amitől egy csapat igazi csapat lenne. Ezt mi is tudjuk, de szerzünk erősítést. Valakit már találtunk is. És ha csak egyetlen gólt lövünk, már az is valami. Nem kell minden áron győzni. Egy gólt, annyit se fogtok. Ez most már csak rajtad múlik.
Már hogy mondtad? Te vagy a nagy buldózer. Vagy nem? Ki volt az, aki kézbe vette egy nyamvad kis csapatot és megnyerette vele a bajnokságot? Talán nem te? Ha vállalnád, hogy te leszel az edzőnk, két gólt is lőnénk. Na, buldózer, csak nem akarsz nemet mondani. Nézzétek, srácok, ne számítsatok rá. Nem sokára megkapom a porlasztót, amire vártam. Beszerelem, és holnap elindulok. Sok szerencsét. Passzol! Vagyok! Tessék, megvan. Pontosan az a Thompson porlasztó, amire szükséged volt. Valahogy nem egész pontosan az. Hát, talán tényleg nem az a kimondott Thompson, de azért egy kis jó akarattal ezzel is... Még csak nem is az a kimondott porlasztó. Vagy rosszul látom? Nézd, lehet, hogy tényleg nem porlasztó, de hidd el nekem, hogyha egy kicsit megbütykölöd, ki lehet hozni belőle úgy 20 lóerőt. Á, persze, akár 40 lóerőt is, de hinta lóerőt. Így megy? Nem. Majd én megbütykölöm neked. Hm? Oké, addig viszont, amíg te megbütykölöd, én megyek és keresek egy porlasztót. Szóval ide dugtad. Sem fogalmaztam. Igen. Ne kapkodd el. Ez a tied, igaz? Csak azért győztél, mert sötét volt. De még találkozunk.
Na, jobban vagy? Igen, jobban, köszönöm. De holnap elmegyek. Miért mennél el? Mi olyan sürgős? Nem akarom, hogy otthon ilyen állapotban lássanak. Pedig hidd el, összetévesztettek valakivel. Semmi közöm hozzájuk, nem ártottam nekik. Komolyan mondom. Nekem nem kell magyarázkodnod. Nem kérdeztem tőled semmit. Akkor én kérdezek tőled valamit. Miért mondtál nekünk nemet? Mert az égvilágon semmi esélyetek nincs, hogy gólt lőjetek. Rögbiben az amerikaiak verhetetlenek. Igazán csak ez az oka? Szerintem nem. Mi az? Ide hallgass. Ha én tényleg nem kérdeztem tőled semmit, akkor te se kérdezz tőle. Tudod, Bulldozer, talán mindenkinek jobb lenne, ha több kérdést tennénk fel egymásnak. Szóval miért nem? Látod ezt? Erre tettem esküt, hogy sohasem játszom többé. Na de hát más edzősködni és más játszani. Olyan ez, mint a dohányzás. Megesküszöl, hogy nem szívsz többet. Aztán rágyújtasz egyre. És estére elszívsz egy csomaggal. Szóval te leszoktál róla? Le. Most kíváncsi vagy, hogy miért szoktam le, igaz? Azt beszélték, hogy gyáva vagyok. Hogy félek, nehogy összetörjem magam, amikor kemény a játék. Beszéltek mindenfélét. De az igazság az, hogy én azért hagytam fel a sporttal, mert rájöttem, hogy a meccsek meg vannak bundázva. Van nekem egy rossz szokásom. Rosszabb a dohányzásnál. Én hiszek a sport tisztaságában, és nem vágyom a bundára. Ez az igazság. Igazságért igazságot. Az előbb azt mondtam, hogy összetévesztettek valakivel. Hát nem igaz. Engem üldöztek. És igazuk is volt, mert rohadt nagy kártyaadósságot gyűjtöttem össze. Ezért akartak megleckéztetni. Az embert mindig éri meglepetés. Én az előbb elhittem neked, hogy az igazat mondtad. Azelőtt én is sportoltam. Emlékszem, egy-egy hajnali edzés után egész nap csak azt vártam, hogy mikor kerülök ágyba. Aztán összebalhíztam egy edzővel, és azóta nincs megállás. Hát ezért lenne most annyira fontos ez a meccs nekem. És a srácoknak. Hé! Hey! Tobzónak nem tobzó, porlasztónak nem porlasztó. De ha az ember az első kudarcnál feladja, soha nem jut semmire az életben. Hé! Hé! Mi van? Ne rohadj le, szépség! Hé! Ez az! Na, végre! Csak pár buzdító szó kellett neki. Tessék. Köszönöm. Én köszönöm. Akkor hát elmész? Most már, hogy jó a motorod, nincs miért maradnod tovább. Hát, mit mondhatnék még? Sok szerencsét. Bár most inkább nekünk volna szükségünk szerencsére. Ébresztő! Nyomás! Nyomás!
Ennyi szusszal akartok kiállni az amerikaiak ellen? Még egy szappan buborékra sem elég. Én még egy kicsit gyengének érzem magam. Csak a kezdet. Nem vagyunk kondi. Majd megerősödünk. Na mi lesz már? Mit álltok itt? Mozogjatok egy kicsit. Így nem maradtok a pályán egyetlen percig sem. Az lehet, Mr., hogy vannak még hiányosságok. De az állóképességünkkel nincs semmi baj. Csend legyen! Nincs több dohányzás. Nincs több ivás. Ébresztő hajnalban, 9-kor az ágyba, és ez még csak a kezdet. Rosszabb a vég se lehet. Na és a szex? Lásd, mint fent, ha egyáltalán labdába akartok rúgni. Megtartóztatás csak ár. Ott hagy a csajom. Ezt pedig egyelőre felejtsétek el. A labda majd később jön. A labda a lényeg. Azt akarom, hogy győzzetek. Mikor van a meccs? 3 hét múlva. Piszkosul kemény 3 hét lesz ez, fiúk. Emlegetni fogjátok egész életetekben. De ha törik, ha szakad, belövitek azt a gólt. Ezt én mondom, Bulldozer. Felkészülni! Tanultam minden szabályt. Felejtsd el. Kezdjük az ABC-vel.
Rögbiben a siker lényegében két dolgon múlik. Az ütőképességen és az ügyességen. Ütőképessé tehetlek benneteket. Csak az a baj, hogy ügyessé még én sem. Na nem, miért nem? Mert ügyesnek születni kell. Ha, három órát dolgoztatok. Már elég. Apropó, nem tudjátok, hogy ki erre felé a legmenőbb borgazda? Haj vagy szakál? Oswaldo. Az mi, új fazon? Hol van? Nem tudom, kiről beszélsz, nem ismerem, de ide hallgass. Én nehéz fiú vagyok, és ha azt hiszed, hogy szórakozhatsz velem, hát tévedsz. Haj vagy szakál? Szakál, szakál. Bemész ezen az ajtón, végigmész a folyosón, aztán befordulsz balra, és ott a harmadik ajtó jobbra. Mindig szerettem a diszkréciót, jól van. Most mi lesz? Itt hagysz? Szedj le innen tériszonyomban. Köszönöm. Máskor inkább a tériszony. Oswaldóhoz. Oswaldó nem fogad senkit. Tudom, de engem igen. Igen? Igen. Oswaldó, keresnek. Te meg ki vagy? Jó barát. Mindjárt gondoltam. 17 köves dupla fedelű aranyozott. 17 köves dupla fedelű aranyozott. Csak azt tudnám, ki dobja piacra ezeket a vacakokat. Miért? Téged is átvertek? Igen, egyszer egy kölyök. Az emberei majd kiköpték a tüdejüket, amíg elkapták. Úgy szaladt, mint a nyúl, mintha nem is lett volna föld a lába alatt. Na látod, éppen őt keresem. Iszom már, hát épp itt az ideje. Már teljesen lerobbantam. Az utolsó vasamat tettem föl erre a gebére. De most legalább szépen arra. Ja. Az elején azt hittem, megint rossz óra, de esküszöm, alig hittem a szememnek, amikor nekilódul. Te most legalább jól megkopasztottad a bukit. Végre. Pénz nagy életed! Kezeket fel és ide a dohányt! Jól van, Nesze, ilyen az, amikor én egyszer nyerek. Mit akarsz? A pisztolyodat! Nesze! Nesze, vedd el! Mit akarsz még? A briefkódat. Jól van. Nézd meg, hogy megvan-e a pénze. Igen. Látod? És még azt mondják, hogy a rendőrség tehetetlen. Mit akarsz még? Gyere velem! Csak ennyit kell csinálnom? Nagyjából. Tudod mit? Ez nem is olyan nehéz. Megmondtam, nem? Oké, benne vagyok. De ugyanígy azért kapok egy kis kimenőt. Meglátjuk.
Ja, itt a mozgás! Kudist! Mozgás, fiúk! Mozgás! Egy-kettő, pattogjatok! Ez az! Gyorsabban, ne aludjatok! Nyomás! Látom, megdolgoztatod őket. Egész jól haladtok. Gratulálok, Bulldozer. Ezek a srácok sok mindent megtanulhatnak egy olyan öreg rókától, mint te. Esküszöm, igazán megható, mennyire igyekeznek. Legalább egyformán felkészült ellenfelek kerülnek szembe egyenlő esélyekkel. Csak a meccsen se vesszen ki belőletek a sportszellem. Hát csak lassan. Kinek nézel minket? Ezen a meccsen nem lesz semmi szabálytalanság. Biztosra veheted. Nézd, mit hoztunk nektek. Ne bámészkodjatok, inkább gyertek, segítsetek bevinni a cuccot. Őletek is tisztességes játékot várunk. Csak azért mondom, mert tudom rólad, hogy te minden trükköt ismersz. Jobban, mint én. Örülök, hogy végül is te készíted fel a csapatot, bár ezzel piszkosul megnehezíted a dolgomat. Két hét alatt nem tudok igazi játékosokat gyúrni belőlük. Örülök, ha annyit sikerül elérnem, hogy higgyenek önmagukban, meg a sportban. Nincs miért izgulnod, sportszerű mérkőzés lesz. Trükkök nélkül. Kezed rá, Bulldozer! Kezdesz tetszeni nekem. Komolyan mondom. Ajjaj, ez aggasztó jel. Na, ide mi van? Te szórakozz velem, add vissza! Mit adjak vissza? Miről beszélsz? Tudom, hogy te voltál, add vissza! Én nem csináltam semmit, esküszöm! Ez meg micsoda? Eltűnt a karórám. Ugyan már! Biztos el se hoztad, ott lesz a laktanyában. Az lehet, de akkor mind otthon felejtettük, mert nincs meg senki. Hát olyan hülyék vagytok, hogy csak úgy leszedhetik az órátokat. Úgy kell nektek. Oké. Most az egyszer. A fenébe a sportszerűséggel. Gyerünk! Tolvajrabóban! Egy pillanat, fiúk. Csak nyugalom. Thank you.
Én a szavamat adtam, hogy nem szabálytalankodunk. Mikortól? Ettől a pillanattól. Akkor semmi vész, mert ezt még előbújítottam. Na és ha visszajönnek? Hát azt kötve hiszem. Miért? Mert az országútak állítólagos vámpírja megint megszívta magát. Sehaj, fiúk. Már csak két hetet kell várnunk, és ezért is megfizetünk. De megáll. Kamatos túr. Már alig várom, hogy elszámoljak velük. Hay pelotas redondas, hay pelotas que no, las que jugamos nosotros, son pelotas que no. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un tal. ¿Cómo se llama? El indio Chaparral. Nosotros jugamos con la pelota oval y a mí me lo dijo el indio Chaparral, el indio Chaparral, el indio Chaparral. Chaparral? Pofa be, papagáj! Tudjátok, mit mondott az én edzőm? Hogy egy csapat ereje a hang erején mérhető. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un tal. ¿Cómo se llama? El indio Chaparral. Tudjátok, srácok, ha úgy játszunk, ahogy énekelünk, elhúzzuk a nótájukat. Én belátom, hogy a csapatnak tartania kell a kondiát, de azért azt szeretném tudni, hogy fizetni ki fog. Én nem vagyok jótékonysági szép. Jaj, ne legyél már olyan telhetetlen. Nem elég neked, hogy megválasztottunk a csapat díszelnökének, nem? De csak szeretnék megismerkedni a pénztárossal is. Nekem ez egyszer nem a pénztáros hiányzik. Inkább egy csatár kellene nekünk, aki a földbe tapossa az ellenfelet. Aki lesöpri a védőket, hogy Jerry simán eljuthasson a kapuig. Azaz. Így van. Egy amolyan bulldozer. Igazad van. Hát tényleg. Ez a megoldás. Bulldozer! 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 Nem értjük egymást, fiúk. Pedig világosan beszéltem. Bulldozer nem játszik soha többé. Nézd, én tudom, mennyi mindent köszönhetek neked, és ne hidd, hogy nem vagyok hálás érte, de... Én csak edző vagyok, játszani nem játszom. Jól van, ezt már épp elégszer mondtad, de én azt a bunyóst nem akarom a csapatban. De és nem azt mondtátok, mint hogy kellene egy faltörő. De mi rád gondoltunk. Csak hogy én viszont rá. Bocsánat, na de hát láthattad, hogy mit művelt velem. Utána viszont azt mondtad, hogy igaza volt, hogy tévedek? Nem tévedsz, de a lényeg akkor is az, hogy egy vadállat bunyós. Na és, nekünk nem kis cserkészekkel. Le fogja zülleszteni az egész csapatot. Tudod, a sport néha csodákat művel, talán még egy ilyen alakkal is. És ha nem is akar beállni a csapatba? Megvannak a módszereim, hogy meggyőzzem. Na jó, én szóltam. A csapatban nincs hely mindkettőnknek. Jól van. Haj vagy szakál? Egyik sem, Oswaldo. Nem tudom, kiről beszélsz, nem ismerem. Ne kezd már megint. Egy tagba szakadt fickót keresek, akinek baromi erős az ökle. Ide hallgass, én nehéz fiú vagyok. És ha azt hiszed, hogy szórakozhatsz velem, hát nagyon tévedsz. Ha még nem ismernél, itt a névjegyem. Ez pedig az enyém. Medvének hívják, de a tisztes polgári neve Alberto Sarticoli. Bejelentett állandó lakhelye Via Garibaldi 33A, többszörösen büntetett előéletű. Állandó munkahelye nincs, jelenleg kabinosként dolgozik a Miramare strandon. A parancsolja, oda kísérem. Na, nyugalom! Ah!
is volt, mindjárt meg lesz az egyensúly. Na, ezt a vitát lezártuk. Azt te csak hiszed! Na, mi lesz? Most már tárgyalhatunk? Oké. Gyere! Haver, mindig akad valaki, aki erősebb nálad. Nem árt, ha ezt megtanulod. Fiúk, fújjátok ki magatokat. Jegyezd meg, Spitz, nem csak egy bűnöző zülleszthet szét egy csapatot, hanem egy primadonna is. Miből vetted el, adtad a bizai ferdetonyot egy japánnak? Nem. Dehogy. Hét álszon volt zsinórban az új módszeremmel. Próbáljuk meg is. Jó módszer lehet. Az de kockázatos. De mi az dohányzol? Megvesztél? Nem én, miért? A buldózer meglát. Apropó, hol van? Ott van. Medvével gyakorol. Jól van, buldózer. Idomíts csak a medvédet, ha neked ő kell. Na, én megyek, srácok. Dolgom van. Mi az, hogy elmész? Itt hagysz minket, Spitz. Nézzétek, én megtaláltam az aranybányát. Majd a ti is megunjátok ezt a kis cserkész életet. Tudjátok, hova gyertek. Oké, meglátjuk. Se van. Menj a fenébe. Csak majd a módszeredet is mondd el. Kettő, három, négy, öt, hat. Tessék, kérem a téteket. Gyorsan, gyorsan kérem a téteket. 10 000. Na, mi lesz, emberek? Ne szalasszátok el a szerencséteket. Tessék, tessék, még lehet tenni. Tessék. 20 000. Tessék. Mindenki tett? Jó, senki többet. És nyer a bubi. Hogy a fene, esküszöm, hogy engem megvertek szemmel. Folytassuk, uraim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kérem a téteket. Adjál még 100-at.
Ezzel együtt összesen 300 000 felírom. Jó, van, írd csak. Kérem. 15 000. Rendben. Téteket kérem. Köszönöm. 10 000. Hé, hey, srácok, és az edzés? Engem már anélkül is kivert a verejték. 20 000. Oké, okay. Na lássuk, ki nyer. Nyer az ász? Ma nekem, holnap neked. Ezzel elúszott a motorom. Hé, hey, srácok, 6 óra van. Na és ha annyi? Most mit izgatod magad? Itt nincs záróra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lássuk a téteket, jó? Lássuk a téteket. Gyerünk, lássuk csak. Gyerünk csak. 10 000, 20 000. Hát, a többiek várnak bennünket. Na és kit érdekelnek? Ne hülyüljetek már meg teljesen. 3 napunk van a meccsig. Jól van, csak ezt még végig játsszuk. Mennyi? 20 000. 15 000. Ezt lejátsszuk, aztán megyünk. Mindenkit, tehát senki többet. Lássuk a lapokat. Éjjel, gyertem, mit mondtam? Na, megy ez mi? Fölteszem az egészet. Kezd megjönni a formánk. Miért kéne elmennem? Jössz utánam. Hát csak úgy. Ahová te mész, megyek én is. És miért? Azért, mert megruháztál. És aki engem meg tud ruházni, azt én megszeretem. Érdekes, mások pont fordítva vannak vele. Most ugye az a bajod, hogy nem lesz semmi a meccsből. Nem a meccsről van szó. A fiúkban csalódtam. Azt hittem, komolyan végigcsinálják. Várj csak, mielőtt elmennél, hadd kérdezzek valamit. Mit? Azt, hogy miért hívnak téged Bulldozernek? Bulldozernek? Tudom is én. Biztos van valami oka. Hát talán azért, mert előttem nem volt akadály. Élem a téteket! Na. Senki többet? Lássuk alapokat! Na, nem! A király nyert! Hihetetlen! Nem megy! Hát komolyan meg! Akár megbalondulok! A téteket kérem, uraim! Tegyetek fel mindent erre alapra! Bulldozer! Tegyetek bátran! 50. A meg 30-80. Meg 20-100. Ki tesz ellenünk? Én teszek 20-at. Meg 20-40. Akkor legyen még 60. Lássuk okay. A lapokat. Folytassuk. Egy, kettő, három, négy. Srácok, hagyjuk abba, ne kísértsük az Isten. A téteket kérem. Halljátok, srácok, olyan nincs, hogy még egyszer sikerüljön. Na, tedd meg. Ne próbáld, felézzel. Nem fog sikerülni. Ne próbáld. Tegyetek mindent erre. 10, 20, 40, 60. Mindent, azt mondtam. Na, mi lesz? 200 000 a tét. Na, mi lesz? Én teszek 120-at. Tessék. Na? Még 100 kell. 50 és 100. Ez a helyes. Lássuk a lapokat. Király! Ide hallgass, kisokos! Ha tippeket akarsz adni, máshol adjál, de ne nálam. Csak úgy véletlenül megszállt az ihlet. Nézd csak.
Király. Semmi, semmi, semmi. Király. Semmi. Semmi, semmi. Semmi. Király. Semmi. Semmi, semmi. Király. Ezt a szisztémát Las Vegasban találták ki 1936-ban. Mindenki ismeri. Csak az ilyen tejfeles szájúak nem. Fogjátok a pénzeteket és gyerünk. Fontosabb dolgunk is van. Thank you.
eljött a pillanat, amelyre valamennyien régóta várunk. Ne feledjétek, nem szabad nyílt lapokkal játszanunk. Az ellenfél kemény játékra számít. Mi viszont eleinte kesztyűs kézzel bánunk velük. Épp csak pár gólt lövünk. De aztán megtáncoltatjuk őket. Hogy hogyan? Arra majd a meccs közben adom meg az utasításokat. Oké? Féltek? Kit akartok becsapni? Tudom, hogy féltek. És ez így természetes. Nem kell szégyenkeznetek miatta. Ilyen erős ellenféllel szemben ez teljesen jogos. Csak az a fő, hogy győzzétek le a félelmeteket. És minden menni fog. Mondhatok valamit? Mond. Ez úgyis az igazság pillanata. Úgyhogy szeretnék bocsánatot kérni mindenért. Én is. Jól van, hagyjátok. Ami elmúlt, elmúlt. Minden, ami egészen eddig történt, arra volt jó, hogy csapattá kovácsolódjatok. Igazi csapattá. És nekem ez volt a célom. Különben meg reménykedjünk, hogy most az egyszer győz a rosszabbik. Húj! A rosszabbak mi vagyunk! És mivel nem lehet kétséges, hogy a jobbak maguk, elvárom, hogy a csapat győzelmet arasson. Ha nem így történnék, nem szívesen lennék a bőrében. Érthető a finom célzás. Nyugalom, jut mindenkinek. Nem lesz sok munkánk. Kezdődik a mérkőzés. A csapatok az utolsó taktikai megbeszéléseket tartják. Mindent úgy csinálunk, ahogy Bulldozer mondta. Oké? Okay? Oké! Okay. Kezdőrúgás a vendégeknél, akik rögtön támadásba lettek. A 20 yardos vonalnál nem jutnak tovább. A Rangers fél labda. A 33-as viszi tovább a pálya szélén, a többiek fedezik. Könnyűszerrel halad a kapu felé. És már is megvan az újabb. Rangers 6 vendéget. Újabb Rangers akció következik. És már is megvan a gól. Rangers 7 vendéget nézik 0.
Rangers pillanatra. A 24-es továbbítja a 88-asnak, aki a 29-es kétségbe esett védő akciója ellenére elővi. Hajta! Mindent bele! Azzal 42-esért ügyesen manőverezik, viszi előre. És már is könnyedén, de milyen könnyedén, megszerzi az újabb gólt. Ez mind előre akarná dobni, de helye villámgyorsan továbbítja a 33-asnak, aki feltartóztathatatlanul viszi előre, de az ellenfél két játékos a szabálytalanul elbuktatja. Bíró már is síból, ami újabb nehéz pillanatot jelent a vendégcsapatnak. A labda az ő kapujukról mindössze 5 méterre kerül ismét játékba, ami további biztos volt elfelé. Ismét a 24-es szerzi meg a labdát. Passzolja a 42-esnek, átvetődik az ember lakáson, és újabb gól! A mérkőzés kezd egyhangúvá válni, olyan elsöprő fölében van a Rangers. Te, meg te, Collins, menjetek a pályára. Menj te is. Két középcsatár pályára. Labda meg itt a 24-es. Kicselezi az ellenfél játékosait. De most a sarkában van a 38-as. Utoléri, a 24-es földre kerül. Elveszíti a labdát, amire már is ráveti magát a 40-es. Leáll a játék. Jesszusod! A labda el! Nem, megvan! A 40-es tartja magánál a labdát! Hát ha nem is egészen szabály szerint módon... Igen, hát ilyen helyzetben a bíró... A bíró bizony joggal akarja! Akarja! Idő! Jól van. Szép volt. Csak így tovább. Ugyanígy folytassátok. Elég, ha mi csak egyetlen egy gólt lövünk. Egyetlen egyet! Igen, de ahányszor megszerezzük a labdát, elveszik. Ne izguljatok, sikerülni fog. Te, Spitz, amikor hallod, hogy kiabálok, maradj hátra. Medve, te fedezed Jerryt. Te meg gondolj arra, hogy a labda egy briefkó. Fogd jó szorosan. Indulj vele először balra, aztán vágj át jobbra, de szélsebesen. Oké? Okay? Oké, nyomás! Ide figyelj, te vigyázz a 71-esre. Mazdulni se tudjon tőled, ne hagyd élni. Már is továbbítja a 45-ösön. Eléri a 46-os vonalat. A 45-ös a pálya bal oldalán halmozik tovább. A 71-es becenevén a medve fedezve. Tovább. Nyomás, Jerry, nyomás! A 45-ös úgy látszik, nem lehet megállítani. De nem, valakinek mégis sikerült. Pedig már csak néhány méter. Na most. Szép volt, fiúk. Jók voltatok. Mostantól kezdve felejtsétek el, mi a sportszerűség. Hajtsatok! Most nagyon figyelj, medve. Előre törsz, mindenki téged fog üldözni, mert azt hiszik, Jerryt fedezed. Te viszont középen támadsz. Csak 5 méterről van szó. Csak 5 nyavajás méterről. Sikerülnie kell. Oké? Oké! Oké, nyomás! Oké! És viszi tovább! Utána kapd el! Már csak néhány éve volna hátra, de a 42-es nem egészen szabályszerűen felbukhatja még! Ne hagyd magad, Jerry! Remek lehetőség, felestem a menét! Szedd össze magam! Nem megy! Beállhatunk?
Nem. Nem. Mr. Beállhatunk? Nem. Nem. Továbbra is Ranger Hill-ben alatta. 33-as jelőre, 79-es és a 88-as hiába próbálja feltartóztatni. A 20 yardos vonalhoz közeledik, átjut rajta! Bravo! Ekranomos hajnosodóra incidens történik, a 88-as földre kerül. Ismét megjelenik a pályán a hordán. Jól van, vihetik. Na. Döntsék már el, merre viszik az Istenért. Ne rángassák! Szeretnénk beállni. Jó. Újabb játékos csinál. A vendégcsapat edzője pályára küldje 35-öst és a 42-es. Nyilván ez is taktikai dilemma. Medve, meg kell próbálnod. Ha nem sikerül, végük. Szállj rá a 71-esre! Isten, még egy Tarzan is beszáll. A gazemberek most már lőnek is. Reméljük a szünet, majd lehűti egy kicsit a kedélyek. Szóval, hogy sportszerűen játszunk. Miért? Valami nem tetszik? Ami azt illeti, semmi sem tetszik. A játék az játék. Mire számítottatok? Babazsúrra? Arra nem, de sportszerű játékra igen. Ami a bírónak jó, az jó nekem is. Kedves Bulldozer, az életben is vannak győztesek és vesztesek. És mit tesz Isten? Ezen a meccsen a vesztes te vagy. Igazad van. Jól van. Meggyőztél. Bye-bye! Hmm.
új játékos lépett pályára, 63-as számot viselő Bulldozer. Nem várt meglepetés a Rangers számára. Az amerikai közönség egykori első számú kedvence, aki máig is rejtélyes okokból váratlanul visszavonult, most ismét pályára lép. A nem azt mondtad, hogy nem játszol többet? Ez most nem játék, medve. Ezredes úrnak jelentem, sorainkat ágyúlövés érte, jelentős veszteségeket szenvedtünk. Azonnali parancsot kérek, vége, leréptem! Nem baj, aranyom, mire felébredsz, elmúl? Van a pályán. Hogy a fenébe számolja közre ennyi ember? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Rangers, le a pályáról! Szinte hihetetlen. Ez már nem is mérkőzés, hanem valóságos cirkuszi pankráció. Miután Bulldozer a pályára lépett, követte példáját a Rangers edzője, Kempfer őrmester is, aki 75-ös számmal játszik, és most épp farkaszemet néz Bulldozerrel. Nem lövitek be azt a gólt soha, Bulldozer. Na figyelj csak, én fogom belőni. Figyelem! Bulldozer, kedves barátom, tudja, mi az én legnagyobb hibám? Hogy egy olyan idiótára bíztam a csapatot, mint Kempfer őrmester. Na ugye, megmondtam.